8 múlt 8 perccel folytatódik a Start, a stúdióban Kovács Róbert, a 10. kerület polgármestere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát egyúttal a polgármester jelöltje is, fideszes polgármester jelöltje is. Az imént azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy le lesz váltva itt Kőbányán, mert hogy 4 olyan kerület van, ahol ugye a tavasszal sikerült nyerni, ezt most duplázni akarják, és Kőbánya is azok között van, ahol eséllyel indul a baloldali jelölt. Én biztos vagyok abban, hogy Gyurcsány Ferenc téved, Kőbányán folytatni fogjuk a munkát, és én hiszek abban, hogy folytathatom a munkát. Hát ez a diplomatikus válasz volt. Nyilván csodálkoztam volna, ha azt mondja, hogy retteg, és nem is akar elindulni, vagy visszalép, mert hogy nem fogja megnyerni. Mi történt az elmúlt 4 évben itt Kőbányán? Rengeteg dolog történt. Jó volt ez Kőbányának? Jó, meggyőződésem, hogy jó, nagyon sok minden változott, fejlődött, épült Kőbánya. Nem csak betonban, vasban, acélban, hanem a közösségeiben. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy Kőbányán egy olyan közösség formálódik, amely képes hinni abban, hogy ez a város szerethető, büszke a városára, tesz érte. És persze építkeztünk is, utakat építettünk, iskolákat újítottunk föl, nagyon sok minden történt, változott. Hogyan változik Kőbánya, milyen irányban? Vannak városrészek, amik azért az évtizedek során egy valamilyen lakosságú, valamilyen összetételűből alakulnak valamelyre. Kőbányán figyelhető meg ilyen folyamat? Természetesen nagyon fontos az, hogy az iparáról híres kerület, hiszen itt nagyon komoly nehézipar, vegyipar működött az elmúlt évtizedekben, ez átalakul. Ez az átalakulás magával hozza a város átalakulását, fejlődését is. Természetesen egy rozsdaövezet, mert ebből nekünk van bőven átalakulás, hanem egy gyors folyamat, de hadd emeljek ki egy pár példát. A Richter gyógyszergyárkutató központja, az Égis gyógyszergyárkutató központja, ami az elmúlt években épült sok milliárdos beruházással. Most Budapesten talán a legnagyobb fejlesztés a Gyömrői úton folyik. A Bosch épít egy olyan kutatóközpontot, ahol több mint 1000 magyar mérnök fog dolgozni 2015-től. Az Axéliával tárgyalunk arról, hogy hogyan tudnánk a területét bővíteni. Ő is kutatásfejlesztésben gondolkodik. Tehát Kőbánya nagyon szépen alakul át a szürke állomány városává. Mit ígér a következő 4 évre, hogyha megnyeri most a választást, és nem jönnek be Gyurcsány Ferenc számításai? Nézze, komoly programunk, sőt programunk csak nekünk van, víziunk csak nekünk van arról, hogy hogyan fejlesztenénk tovább a várost. Ezt egy programfüzetben össze is foglaltuk, ez a Fejlődő Kőbánya programja. Minden részletére kiterjed a program a város működésének, életének, városfejlesztésre, időspolitikára, szociálpolitikára, egészségpolitikára, ifjúságpolitikára. Ezt mi tételesen... És mik a legfontosabb részei? Tehát mi az, amire a következő 4 évben az itt lakók föl fogják kapni a fejüket, és biztos, hogy észreveszik? Észre kell venni az újhegyi lakótelep fejlesztését. Az újhegyi lakótelepen 25 ezer ember él. A városnak, városrésznek van egy fő utcája, a Sétány. Ez funkcióját vesztette az elmúlt években. Föl fogjuk újítani pályázati támogatással, már most rendelkezésre áll 700 millió forint ehhez a fejlesztéshez. Közösségi ház épül, egy kis piac, önkormányzati ügyfélszolgálati iroda, játszóterek, és akadálymentessé válik a Sétány most nagyon megközelíthető része. Ez egy nagyon nagy fejlesztés lesz. De látni kell majd az intézmények megújítását. A Kerepes úton építünk egy új orvosi rendelőt. Terveink vannak arra vonatkozóan, hogy itt, ahol a TV-stúdió is működik, a közelben egy 25 hektáros területen egy új városközpontot építünk. Tudatosan fölvásároltuk itt a területet az elmúlt években. Milyen városközpontot ott mi lesz? Itt is a kultúra, a tudomány, a kutatás, fejlesztés, az inkubátorházak, ahogy mostanában ezt szoktuk nevezni, számára készítettük el ezt a területet. Hogyan áll az önkormányzat gazdálkodás? Hogy az elmúlt években az egész országban történtek olyan lépések, amelyek arra irányultak, hogy az önkormányzatok gazdálkodását rendbe tegyék. Kőbányának most mi a mérlege? Erről büszkén számolok be. Kőbányának a folyószámláján most 4,6 milliárd forint van. Mikor átvettük a vezetést 2010-ben, akkor 2,9 milliárd forint volt. Ez sem kevés. Növelni tudtuk a likvid állományunkat. Csak likvid forrásból folytatunk most már beruházásokat. Ehhez azért kellett, hogy 2006 és 10 között a testületben a Fidesz már meghatározó
létszámban legyen jelen, már akkor el tudtuk kezdeni a konszolidálását a költségvetésnek. 2006-ban úgy kezdtük, hogy mínusz 2 milliárdról javasolta az akkori MSZP és polgármester, emeljük a hitelkeretünket 3 milliárdra. Mondtuk, hogy más úton kell járni, sikerült eljutnunk a mai napra ide. Dalós Istvánnal milyen a kapcsolata, hogyha maradnak mind a ketten a következő 4 évre, akkor mire lehet szerinteni? Jó a kapcsolatunk. Jó, nagyon sok fővárosi fejlesztést sikerült az elmúlt 4 esztendőben Kőbányán megvalósítani, közel 13 milliárdos értékben. Nyilván ehhez kellett dr. György István támogatása is, aki főpolgármester helyettesként dolgozott az elmúlt hetekig. Van, aki azt mondja, hogy Kőbánya címere lehetne lassan már a busz a fűben. Mert hogy itt folyamatosan nap mint nap beleszaladnak buszok a villamos sinek mellé szórt fűbe. Nem szórt, ez telepített fű. Telepített, bocsánat. És a nagyon gyakori, vagy hogy nagyon sokszor, ez 2-2 alkalommal fordult elő, nyilván az egy is több a kelleténél. Nagyon bízom benne, és hiszem, hogy megszokják a buszvezetők azt, hogy nem használható. De ebben milyen bonyolult vagy? Egyáltalán nem tudom elképzelni, tehát nagyon jól látható egyébként az esti órákban, éjszaka is, hogy itt egy füves pálya épült a város közepén, amire nagy szükség volt, hiszen folyamatosan porfelhőben úszott Kőbánya városközpontja, ma pedig egy üdezöld sziget húzódik az út közepén. És mosolygunk ezen, de hát ez nyilván kárt is okoz, az nem tudom, hogy milyen nyilván komoly kárt okoz. Milyen tétel. Öntözőrendszer van a gyepszőnyeg alatt, tehát komoly kárt okoz. Remélem nem fog gyakran előfordulni. De terveznek valami megoldást, amivel ezt el lehet kerülni? Mert úgy látik, a buszvezetők nem tudják elkerülni. Hát különösebb megoldás ennek nincs, hiszen olyan bakokat építeni nem lehet a pályára, amelyek meg ezt megakadályoznak, ez már villamos is ott közlekedik. Meglátjuk, hát ha megtanulják a buszvezetők. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.